Tanárok és diákok egyaránt nagyon várták már az újabb találkozást egy iskolák közötti városi sportversenyen, hiszen utoljára 2 évvel ezelőtt, 2019-ben volt erre lehetőségük. A hosszú kényszerszünet után az elmúlt héten 26. alkalommal rendezte meg a Petőfi iskola a város 7.-8. osztályos diákjai számára a Bene Gyula labdarúgó emléktornát. A hagyományoknak megfelelően a fiúk a Gellér Sándor sportcsarnok melletti műfüves pályán, míg a lányok a csarnok benti küzdőterén vívhatták a mérkőzéseiket. Kint is, bent is körmérkőzéses rendszerű volt a viadal, így minden gárda 3-3 találkozót játszhatott. A fiúk meccseinek külön érdekessége volt, hogy a Petőfi testnevelők felkérését elfogadva az iskola korábbi, immár nyugdíjas testnevelője Darai Márton fújta a sípot. A kint és bent párhuzamosan zajló mérkőzések egyszer 12 percesek voltak, és mindkét pályán igencsak sűrűn potyogtak a gólok. Arra persze számítani lehetett, hogy a fiúk lesznek majd gólerősebbek, de a lányok 13 gólja is több, mint 2 gólos mérkőzésenkénti átlagot hozott. A fiúk ugyanakkor 20 gólt termeltek a 6 találkozón. A lányok villámtornáján végül az erős iskola vitte a prímet, amely mind a 3 ellenfelét úgy győzte le, hogy közben gólt sem kapott. Így abszolút megérdemelten nyerte meg a győztesnek járó trófeát. Mögötte a Petri telep 2 győzelemmel a második, a Calvin tér 1 győzelemmel a harmadik, míg a rendező Petőfi győzelem nélkül a 4. helyen végzett. A fiúknál a petőfisek brilliroztak, akik szintén legyőzték mind a 3 ellenfelüket, ráadásul igencsak magabiztosan. S mivel a lányokhoz hasonlóan a fiúknál sem végződött egyetlen mérkőzés sem döntetlenre, így a végelszámolásnál itt sem nagyon kellett számolgatni a gólkülönbséget. A torna győzelmet bezsebelő petőfisek mögött 2 győzelemmel az erős iskola gárdája szerezte meg a 2. helyet, a 3. helynek csak úgy, mint a lányoknál, itt is a kávinosok örülhettek, míg a 4. pozíció a pont nélkül záró Petri telepé lett. A sikeres Bene Gyula kupa után pedig mindenki reménykedik, hogy a város hagyományos diákversenyei közül mindegyikre sor kerülhet a tanév során. Néhány nap múlva következik a Petri kupa, majd januárban a Calvin kupán lesz a sor.